Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Te Szent István király itt a földön, ország koronájában ékesítette, és szentjeit közé emelte. Hadd kérünk, hogy aki a keresztény hit terjesztője volt hazánkban, legyen egyházad védelmezője a mennyben, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben. Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány a példabeszédek könyvéből. Hallgasd meg, fiam, fogadd el szavaimat, akkor megsokasodnak életed lesztetek. Megmutatom neked a bölcsesség útját, egyenes lesz az út, amelyen vezetlek. Semmi sem gátolja lépteidet, amikor jársz, és ha gyorsan szaladsz, akkor sem vadlasz meg. Tartsd meg mindelmemet, ne tárgíts tőle. Őrizd meg, hiszen ez a te életed. Ne lépj a gonoszok ösvényére, és a gonosztevő útján ne járj. Hagyd el, s ne menj rajta tovább, kanyarodj el tőle, úgy folytasd utadat.
igaz ember útja olyan, mint a hajnal virkadása, amely egyre világosabb, míg fényes nappal nem lesz. A gonoszok útja olyan, mint a sötét éjszaka, maguk sem tudják, miben botlanak meg. Fiam, figyelj szavaimra, nyisd ki füledet a beszédeimre. Ne tévezd el őket soha szemed elől, és őrizd meg a szíved közepében, mert élet annak, aki megleli őket, gyógyulás az egész testének. Nagy gonddal őrizd a szívedet, mert hiszen belőle indul ki az élet. Tartsd távol a száj hamisságát, távolítsd el az ajkak álmokságát. Egyenest előre nézzen a szemed, legyen egyenes a szemed pillantása. Egyenges sima utat a lábadnak, legyenek biztosak mind az útjai. Se jobbra, se balra ne térd le az útról, és a gonosztól tartsd távol a lábad. Ez az Isten igéje. Embert, amit a csalók a vágyakozások romlásba döntenek,
újuljatok meg lélekben és érzéseitekben. Öltsétek magatokra az új embert, aki Istenhez hasonló, igaz és valóban szent teremtmény. Ez az Isten igéje. Szakadt a zápor, ömlött az ár, sűvített a szél, és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, sűvített a szél, nekizúdult a háznak, az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle. Ezzel Jézus befejezte beszédét. A nép elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van. Nem úgy, mint az írástudó. Ezek az evangélium igény. Krisztusban, kedves testvéreik! Nagyobb ünnepeken, általában évről évre, ugyanazt az evangéliumi szakaszt olvasunk. Ugyanakkor mindig van valami új mondani valója, valami aktualitása számunkra. Mindig meríthetünk a Szentírás tanításából. Így van ez a mai napon is. Szent István király ünnepén évről évre a sziklára épített házról szóló Jézusi példabeszéd kerül terítékre. Az okos ember, aki szikla alapra építi a házát, az otthon át, ezért az ő háza biztos alapokon áll, a természet viharaiban. És ezzel szemben az ostoba ember, aki homokra épít, az ő házát könnyedén elsodorja a szélvihar.
Jézus Máté evangéliumban a hegyi beszéd végén mondja el ezt a példabeszédet. Ezzel azt is látjuk, hogy mire is vonatkozik ez a példabeszéd. Egy hosszú-hosszú tanítás után mondja Jézus. Tulajdonképpen arról beszél, hogy hogyan kell viszonyulnunk, hogyan viszonyulhatunk Jézus szavaihoz, az ő tanításához. Alapvetően kétféleképpen hallgathatjuk, amit az Úr mond nekünk. Egyrészt komolyan vesszük, és aszerint alakítjuk az életünket, azaz megtesszük, amiről Jézus beszél, vagy pusztán csak felületesen hallgatjuk, és nem törődünk vele, és nem tesszük meg azt, amiről Jézus beszél számunkra. Testvéreim, aki hallgatja az Úr Jézus szavait, az ő beszédét és megcselekszi, az ő élete szikla alapra épült, ezt mondja Jézus. De mit is jelent ez a szikla alap? Hiszen ezek a házak sziklára épülnek, homokra épülnek, de látszólag kívülről egyformán. Egészen addig nem veszünk észre a különbséget, amíg nem jön a vihar, amíg nem jön a nehézség, amíg nem jönnek a problémák. Akkor derül ki igazán, hogy mi az alapja a háznak. Ahogy az életünkről is akkor derül ki, hogy mi az alapja, amikor valamilyen nehézségbe ütközünk, vagy valamiféle probléma, vagy szenvedés ér bennünket. Ugyanakkor, testvéreim, mai ünnep arra tanít bennünket, hogy mi döntjük el, hogy mire építjük az életünket, hogy mi az alapja az életünknek, hiszen a ház, ami életünket jelenti, személyes életünket, és közösségi életünket, családjaink életét, nemzetünk életét. Mi döntjük el, hogy mire építkezünk. Választásunk, döntésünk mögött ott húzódik a kérdés, hogy mire akarjuk használni az életünket, minek tekintjük az életet. Olyas valaminek, amit mi birtokolhatunk, vagy amit ajándékban elfogadhatunk az Istentől. Éppen ezért a legnagyobb gonddal akarjuk őrizni. Csak élvezni akarjuk az életet, vagy esetleg mások javát akarjuk szolgálni, mások javát akarjuk előmozdítani, mások életét akarjuk egyre és egyre jobbá tenni. Milyen elvek és milyen eszmények vezetnek minket céljainkban? Gondolunk-e arra, hogy mi következik a földi élet után? Ezek a kérdések mind-mind befolyásolják azt, hogy mire építjük az életünket. Keresztény ember számára ez a szikla alap, ez a nélkülözhetetlen kőszikla, maga Jézus Krisztus, az ő személye és az ő tanítása. Ő az, akire építjük házunkat, életünket, családunkat, nemzetünket. Kősziklára építeni azonban fáradtságot és nehézséget, gondot jelent. Időt, energiát, megfontolást igényel, hogy megfelelő helyre, megfelelően mély alapokra építsünk, hogy valóban a szikla alapig elérjünk. Le kell ásni a kősziklánk, és csak aztán lehet ráhelyezni a ház alapján. És ennek a következménye, hogy lehet bármiféle külső behatás, szakadt a zápor, öblött az ár, sűrített a szél, nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült, mondja Jézus. A hívő embert az életben sok-sok baj érheti, sok-sok nehézséget, szenvedést kell kiállnunk napról napra, de ha megvan az alapja az életünknek, ha elszakíthatatlan módon Krisztushoz kapcsolódunk, akkor mindez nem árthat nekünk. Egészen más a helyzet példabeszédbeli ostoba embernél, aki megkíméri magát, nem kell olyan mélyre leásnia, könnyen felépíti az ő házát, de homokra épít. És amikor jönnek a nehézségek, amikor jön az élet vihara, zivatara, akkor mutatkozik meg, hogy mindez nem tartja őt.
hogy az ő élete felületes. Az ostoba ember azt gondolja, hogy ő élhet felületes életet, lehet látszólagos keresztény ember. Az ilyen ember képmutató, olyan valaki, aki hamis reményeket táplál önmagában, hiszen csak látszólag hívő, csak ezt akarja mutatni, hogy ilyen szép az én házam, ilyen tökéletes az én életem, ilyen jó és kedves keresztény ember vagyok. De nincs meg a mélye, nincs meg a tartalma az életének. Nem tud megküzdeni a nehézségekkel és a próbatételekkel, amelyek őt sem kerülik el. A nehézségben, a küzdelemben tűnik ki, hogy van-e életünknek igazi kapaszkodója. Testvéreim, rajtunk múlik, hogy mire, illetve sokkal inkább, hogy kire építünk. Szent István király ünnepe ezekhez az alapokhoz vezet bennünket vissza. Hiszen Szent István király ezer esztendővel ezelőtt úgy gondolkodott, hogy sziklára akar építkezni. Személyes, egyéb meggyőződése volt, és mindezt a közösség szolgálatába állította. Irányelvnek a keresztény krisztusi tanítást választotta. Tudta azt, hogy ez az, ami az embert, a családokat és egy egész nemzetet, egy egész hazát képes megőrizni a történelem viharai közepette is, amelyek jönnek és mennek. Sok minden változik az életünkben, de kell, hogy legyen az életünknek biztos alapja. A múlt tapasztalatai azt is mutatják, testvéreim, és ez a mai szép ünnep erre is figyelmeztet bennünket, hogy szüntelenül meg kell újulnunk, mert új viharok jönnek, új veszélyek közeledhetnek a jövőben. Szükséges a megújulás, amiről Szent Pál apostoltól hallottunk a Szent Leckében. Újuljatok meg lélekben és érzéseitekben, öltsétek magatokra az új ember. A keresztény ember olyas valaki, aki nem nosztalgikusan ragaszkodik a múlt dolgaihoz, hanem az alapokra építve tud megújulni. Tudja mindig az Istennek az új szándékát fölfedezni és megvalósítani az életében. Elfogadni azt, hogy mi mindent készít nekünk a gondviselés. De nem mindegy, hogy hogyan állunk ehhez hozzá. Akkor tudunk megújulni, hogyha van szilárd alapja az életünknek. Akkor érdemes egy házat felújítani, az jó alapokra épült, hiszen különben hiába csináljuk meg a tetőt vagy a falakat, ha nincs alapja, akkor ez teljesen fölösleges munka, hiszen előbb-utóbb összedől, előbb-utóbb értelmetlenné válik minden energia, amit befektettünk. De ha szilárdak az alapok, akkor újból és újból van lehetőségünk megújulni. Újból és újból van mihez visszanyúlni, és van mire építeni. Az alapokra a megújulást rátenni. Testvéreim, újból és újból lehetőségünk van arra, hogy megújítsunk a mi hitünket, visszanyúljunk az alapokhoz. Szent István ünnepén mindnyájan, akik itt vagyunk, tudatosítsuk magunkban, hogy ez a ház, amiről ez a jézusi példabeszéd szól, nem más, mint a mi személyes életünk. Másrészt, ami otthonunk, ami hazánk, Magyarország. Feladatunk, hogy ezt építsük, ezt erősítsük a saját lehetőségeinknek, saját életvitelünknek, hivatásunknak, életállapotunknak megfelelően. Amire van lehetőségünk itt és most, tegyük meg személyes életünk megújítását, családjaink életének az állandó megújítását, és ez járul hozzá a nemzet életének, a társadalom életének a megújításához. Ha mindenki a saját hivatását, a saját életét komolyan veszi, ha mindenki ehhez az alaphoz, a keresztény krisztusi hit alapjaihoz tud visszanyúlni, ebben tud napról napra megerősödni. Testvéreim, erre hív bennünket Szent István király példája, nem csak a mai
ünnepi órában, hanem sokkal inkább a hétköznapoknak, a szürkeségében, amikor sokszor nem látjuk, hogy mi is az értelme az életünknek, sok-sok küszködés, sok-sok feladat vár ránk, hogy van ennek értelme. Ha visszanyúlunk az alapokra, akkor felfedezünk, hogy igenis van, mert ezeken a szilárd alapokon tud bennünket megújítani az Isten. Testvéreim, ez a mi feladatunk, ezt építsük, ezt erősítsük, családjainkat, nemzetünket, tegyük ezt annak reményében, hogy halálunk után örök otthonunk és hazánk lesz a mennyben. Amen. Testvéreim az Isten, hogy Szent István király közben járására áldja meg nemzetünket. Áld meg, Urunk, népünk szorgalmas munkáját, hogy békében és jólétben éljen. Áld meg népünk vezetőit, hogy eredményesen dolgozzanak országunk felvirágoztatásán. Add, hogy az egyház és az állam együtt dolgozzon egész népünk javára. Áld meg gyermekeinket és ifjúságunkat, a magyar jövő zálogát. Tarts távol hazánktól a természeti csapásokat, és segíts mindenkit emberhez méltó életre. Urunk Istenünk, áld meg nagyasszonyunk és első szent királyunk közben járására nemzetünket, hogy békében és jólétben élhessen, és áldva magasztaljon téged, Krisztus, a mi Urunk által. Thank you.
imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten. Urunk Istenünk, tekints kegyesen áldozatunkra, amelyet fölségednek bemutat. Szent István király közbeni járására védj meg minket minden ellenséget cselvetéstől, és add meg nekünk ekkor jutalmul az örök életet. Krisztus, ami úrunk által. Amen. Az Úr legyen veletek.
A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldásul adta. Majd tanítványainak mondta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent. Yeah.
Atyáink Istenek, jóságodban részesültünk a szent áldozat gyümölcsében. Védelmezd népedet, amelyet Szent István király tanítása által a sötétségből az igazi világosságára vezetti, és a földi élet után fogad be jóságosan mennyei országunkba, Krisztus a mi urunk által. Nagyon örülök és nagyon köszönöm a kedves testvéreknek, hogy együtt ünnepeltünk ezen a szép napon. Vigyük haza otthonainkba Szent István királynak példáját, kérjük az ő közben járását, hogy erősítse meg családjainkat és egész nemzetünket. A szentmise előtt a sétatéren, a városi ünnepség keretében megáldott kenyeret a szentmise alatt a munkatársak fölszeletelték, és a templom bejáratánál segítők fogják kiosztani. Egy kis darabot, egy kis szeletet fogadjanak el belőle a kedves testvérek, és jelképezze ez nemzetünknek az egységét, összetartozását, és azt, hogy mi magunk és mindennapi kenyér akarunk lenni, minden nap áldozatot akarunk hozni családjainkért, nemzetünkért, és az Úristen bőségesen megáldja mi áldozatunkat, a mi küzdelmünket. Most fogadjuk az Úr áldását. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket, mennyei Atyám, és őrizzen meg a katolikus keresztény hitben, amelynek Szent István király apostola volt népek körében. Amen. Jézus Krisztus, a mennyei Atya szeretett fia, adja meg családjaitoknak, hogy szívesen fogadják, és gondosan neveljék a gyermekeket a boldog jövő zálogát. A Szentlélek Isten egyesítő ereje segítse nemzetünket, hogy egymással és minden néppel békében éljünk, és az emberiség jólétét velük együtt munkáljuk. Az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le rá, és maradjon veletek mindenkor.